Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján, melyet így is nevezünk reménység vasárnapja. Az egyházi esztendő utolsó ünnepei, ítélet, reménység és örök élet vasárnapjai egymásba összekapcsolódva, összefonódva irányítják a figyelmünket mindarra, ami a keresztény reménység, jelen és jövő, kétség és bizonyosság kapcsán a szívünkben dolgozik. Talán szomorúsággal érkeztünk erre az Isten tiszteletre, vagy erőforrást keresve, talán izgatottak vagyunk a ránk váró szolgálatok kapcsán, hiszen a mai családi Isten tiszteletünkön a negyedik osztályosok, a házi gazdái ennek az alkalomnak, és nagyon nagy szeretettel és jó ötletekkel készültek a mai Isten tiszteletünkre. Ahogyan hálaadás és öröm is van a szíveinkben, hiszen a mai ünnepünkön egy keresztelőt is ünnepelhetünk. Isten hozta Patyi Lia kistestvérünket és az ő családját a mai ünnepen, amikor Lia a keresztség szentségében részesül. Szeretettel köszöntöm a képernyők előtt ülő testvéreket is, hiszen Lipce TV és felvételt készít az Isten tiszteletünkről. Pál írja a korintusiakhoz írt második levelében, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. Ez a mai vasárnap igéje, minden egyes szava hatalmas erővel és súllyal ér el bennünket, de reménység vasárnapján mégis azt kívánom mindjártak, hogy leginkább egyetlen egy szó, Krisztus, az ő neve, az ő igéje, az ő irgalma, amiben kapaszkodhatunk. Amen. Örökké. Amen. Az Úr dicsősége megjelenik,
és meglátják mindenek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, most Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket a gyónó imádság szavaival, majd pedig az 554-es számú éneket énekeljük. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Az Úr
nem fordul-e vissza, miért tért útja ez a nép, miért tévelyek állandóan Jeruzsálem, miért ragaszkodik a családságot, és miért nem akar megérteni. Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszél. Senki sem bánja a gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a csatában szágoldozó lovak, még a gólyai is az égen tudja a költözési idejét. A gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie. Csak az én népem nem ismeri az útjait. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Foglaljuk helyet, és a keresztelőre készülve 296-os számú ének első versét. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a gyermeket, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét. Mostantól s mindörökké. Amen. Krisztus Urunk, mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet, kicsik és nagyok, szülők és keresztszülők, egyetlen ige verset olvasok a mai napon, a keresztség ünnepén, reménység vasárnapján, Ézsaiás próféta könyvéből a 43. fejezet első versét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, mondja az Úr. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, a Biblia egyik legcsodálatosabb mondata szól ma felétek, és a kis Lia felé is ezen az ünnepen, ahogyan itt tündér ilyen alszik, ezt csak én látom így szemből, legnagyobb nyugalommal van ezen a mai ünnepen közöttünk. És hallgatjuk ezt az igét, amelyben így az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján valóban az idő szinte összecsúszik. Múlt, jelen és jövő találkozik ebben az egyetlen igeversben. Izsaiás és kortársai hátulról visszafele olvassák és írták le ezeket a szent iratokat, így mi is így tekinthetünk rá erre az igére, a végénél kezdve. Ahogyan azt mondja az Úr, enyém vagy. És valóban ez a kijelentés a jelenre irányítja a figyelmünket. Arról szól, ami itt és most történik a keresztségben, hogy Isten megérinti magához, öleli gyermeketeket. Hogy felismerhetitek boldog bizonyosságként azt, hogy nem csak ti vigyázzátok az ő életét, de van valaki, aki nagyobb nálatok, nagyobb mindnyájunknál, akire mindig mindenben számíthatunk.
aki még akkor sem vett el minket, aki még akkor is úgy beszél rólunk, a legkisebbekről, a legnagyobbakról egyaránt, hogy a sajátjai, amikor mi magunk nem az ő útján járunk. Hallottuk, ahogy Csani felolvasta nekünk Jeremiás próféta szavaiban, hogy tévelyeg ez a nép, de csak az én népem, mondja az Úr. Így tekint minden szeretett gyermekére. Mindazokra, akiket egykor nevén szólított, mert így folytatódik ez az ige, neveden szólítottam. Nem sokára majd a keresztelők útnál is megkérdezem kisgyermeketek nevét, nem azért, mert nem tudom, hanem azért, hogy elhangozzon ez. Ez az üzenet bizonyosságot nyerjen, az Isten név szerint ismer és megszólít minket. Megváltottalak. Feltűnő ez a múlt idejű fogalmazás, arra utal, ami tulajdonképpen a gyermekkeresztség lényege. Mielőtt még bármit is tehettünk volna Istenért, ő már mindent megtett értünk. Úgy írja ezt Pál apostol, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor még bűneinkben voltunk. Krisztusra épülhet keresztény életünk. És éppen ezért kezdődik így ez az igevers. Ne félj, ne féljetek. Mert nem kell félnünk. Isten mindent megtett értünk, megszólított, az övéi vagyunk, hozzátartozunk. És bármilyen is legyen a körülöttünk lévő világ, bárhogyan is sodor el minket, mi mindig visszaemlékezhetünk éppen a keresztségünk okán. Mindarra, hogy az Istenhez tartozunk. Ő az, aki megváltott, aki nevünkön szólított, aki biztosít arról, hogy nem vetel magától. Vele járhatunk életünk minden napján, félelem nélkül, a benne való bizalommal. Ez a bizonyosság kísérje Liát is, majd felnőve az ő életében. Éljétek elé ti magatok is, kedves keresztszülők és szülők, az Isten szeretetéből táplálkozó életet, hogy számára is bizonyosság legyen egykor, az ő keresztelésekor elhangzott isteni szó üzenete. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a kisgyermeket, valljátok meg hiteteket magatok és a gyermek nevében, és mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus Egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Akarjuk. Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztényi növeléséről? Vállaljátok-e? Vállaljuk. Lépjünk oda a keresztelőkhöz. Mi a gyermek neve? Lia, Patyi Lia. Lia, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg kegyelmével az örök életre. Amen. Békesség nektek, az Úr kegyelme veletek van. Amen.
Így van, Baba, ahogy halljuk, de nem csak Baba, hanem Isten gyermeke, Jézus Krisztus világosságának tovább ragyogója ő maga is. Emlékeztessen benneteket az oltáron meggyújtott gyertyalángja Jézus Krisztus Urunkra, a világ világosságára. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Amen. Gyülekezetünk közösségét pedig az a kicsiny virág emlékezteti, amelyet elhelyezünk a keresztelési fánkon. Felügyelőre nem szóltam, de köszönöm, hogyha elhelyezed ezt a virágot. Lia kisvirágját ma is emlékeztető gyülekezetünk számára, hogy az Úristen ma is gyarapítja, növeli az ő egyházát, és gondot visel róla. Végezetül fogadjátok az áldást. Áldjon meg titeket a magasságos Isten, az áradó jóság, a szabadságra hívó jelenlét, és a kegyelem kifogyhatatlan forrása. Amen. Az 573-as számú éneket énekeljük most az ige hirdetésre készülve. 573-as éneket, a Rád bízom kezdetünket. Rád bízom, Rád bízom. A 25. fejezet 31. versétől a 46. versig
helyünkön ülve maradva hallgassuk. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja egymástól őket, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzá. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzá? A király így felel majd neki: bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyen is az én legkisebb testvéreim közül, vele tettétek. Akkor szól a bal kezem felől állókhoz is: menjetek előlem, átkozottak, mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel neki: bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyen is a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus. Amen. Hálásan köszönjük a bábjátékot Janóéknak, mert valóban megjelenedett előttünk az Úr Jézus szava, és talán izgultatok egy picikét, talán izgultunk egy picikét többen ezen a mai ünnepen, és hadd hozzam most elétek ezt az érzést, kedves testvéreim, amikor úgy igazán olyan gyomorgörcsen, olyan szorongva várakozunk valahol, mert bizonytalanok vagyunk abban, ami következni fog. És különösen is könnyű talán magunk elé képzelni azt, amikor például ezzel a hát nem túl kellemes szorongással, izgalommal várakozunk például az orvosi rendelőben. Ott üldögélünk, van, aki ilyenkor hát kipecsegi és megállás nélkül megszólítgatja mellette ülőket, mert valahogy így vezeti le a bizonytalanságát. Én inkább az vagyok, aki megpróbál befordulni és
senkihez se szólni, mert egyébként is ilyen befelé forduló vagyok, amikor izgulok és amikor szorongok valami miatt. Nem is azért izgulunk igazán, hogy mit fog az orvos mondani, hiszen nyilván, hogyha elmegyünk, akkor jó eséllyel tudjuk, hogy miért megyünk oda, hogy valamilyen nyavaják, nyílünk, betegségünk van, de mégis bennünk van ez az izgalom. Vagy ugyanígy, amikor forgalmi vizsgára készültem, és az utolsó órát vettem részt a vizsga előtt, és remekbe fogtam a kormányt, és gyakorlatilag minden jogkedves utcát elnéztem egy fél órával azelőtt, hogy a vizsga következett volna. Nem azért történt mindez, mert ne tanultam volna meg addigra vezetni, vagy mert ne ismertem volna meg a Kressz szabályait, hanem egészen más miatt volt bennem ez a méretetlen szorongás és izgalom. Ahogyan eszembe jut az egyetemi vizsgák, dolgozatok, szigorlatoknak is az élménye, amikor ott állunk a vizsga terem előtt, és ki a jegyzetekkel mászkál, ki magában roskadva, könnyes szemmel sír, hogy ez nem fog menni, más pedig az utolsó csokikat, szőlő cukrokat nyomja magában, hogy hát, hogyha sikerül kicsikét felpertíteni az ismerős dolgokat, de mégsem azért volt az izgalom, hogy megtanultunk-e mindent, vagy nem, hanem sokkal inkább amiatt, hogy ki fogod minket várni, hogy ki ül bent a teremben, hogy ki vizsgáztat, hogy ki lesz a vizsga biztos, aki beül oda mögém, a volán mögé, a hátsó sorba, aki árgó szemekkel figyeli minden egyes rontásomat, hogy ki az, aki ott bent áll majd a váró teremből az orvoshoz belépve, melyik orvos, ki fog műteni, ki fog megvizsgálni, ki az, akire számíthatok, ki áll a másik oldalon. Reménység vasárnapján azt a kérdést teszi fel nekünk az Úr Jézus, hogy kiben van, hogy miben van a mi reménységünk, hogy hol van a mi reménységünk, és ezt a történetet mutatták be az imént a negyedikesek, ahogyan Jézus az utolsó ítéletről beszél, elrettentő és valahol reményteljes képek egyszerre. Reménység vasárnapján valóban a mostra és az eljövendőre egyaránt rávilágítja figyelmünket. És ott állnak ezek a kis bárányok és kis kecskék. Az Úristen ugyanúgy szereti a bárányokat, mint a kecskéket, és a kecskéket, mint a bárányokat, ebben egészen biztos vagyok. De mégis az, ahogyan a pásztor elválasztja egymástól az állatokat, valami ilyesmi jelenik meg Jézus képében. Azok a kis állatok, akik szertelenül ugrándoznak, játszanak, néha összecsapnak, néha kárt is tesznek egymásban, azok megállnak most a pásztor előtt. És mi alapján kerül a két oldalra az ember, hogy mi alapján dől el, hogy melyik oldalon áll, úgy tűnik, hogy az alapján, hogy hogyan vagyunk mi egymással. Hogy észreveszünk-e a másikat, hogy észreveszünk-e a szükségeit, hogy mit tettünk a kicsinyekkel, a legkisebbekkel, hogy hogyan viselkedtünk az elesettel, az éhezővel, a szomjazóval, a beteggel. Hogy megláttuk-e őket úgy, ahogyan az irgalmas samáriai, amikor észreveszi a szükséget szenvedőt. Ugye a pap is elmegy mellette, a lévita is elmegy mellette, egyedül a samáriai az, aki megszánja és megsegíti. Megítélnek minket ezek a kérdések, és megítél minket Jézusnak ez a története, hiszen szembesülünk önmagunkkal. De mit mond Jézus? Azt mondja, ha megtettétek, vagy ha nem tettétek meg, de velem tettétek. Rómában találkoztam én először a hajléktalan Jézus szobrában, most már Budapesten is megtekinthető. Egy szobor, amelyen nem is néz ki szobornak, egy padra van elhelyezve, egy jól betakarózott, hajléktalan fekszik rajta tulajdonképpen. Egészen eltakarja a kokróc az arcát, a kezeit, mindenét, és ami kilóg egy picikét az egyik kezén, ott árulkodnak a jelek,
Krisztus sebei vannak a kezén. Az a hajléktalan, akit ott látunk, az Úr Jézus maga. Velem tettétek. És miközben szembesít minket ez a kép is, közben reménységre is hív. Mert hogyha vele tettük, az azt jelenti, hogy az Úr Jézus ott van velünk minden egyes kapcsolatunkban. Ott van, amikor a kicsinyekhez szólunk, ott van, amikor a másik fele fordulunk. Ott van, amikor adsz a másiknak a 10 óraiból, mert ő otthon felejtette. Ott van, amikor fázik a másik, és kölcsön adod a kabátodat. Ott van akkor, amikor egy új osztálytárs jön, és odalépsz hozzá, és megszólítod, és megkérdezed, hogy hogy van. Ott van, amikor egy beteg ismerősödet felhívod, és beszélgetsz vele, amikor odalépsz hozzá. És fordítva is igaz. Ott van az Úr Jézus, amikor te vagy szomorú, amikor te vagy magányos, amikor te fekszel otthon betegen, és úgy érzed, hogy magadra maradtál, amikor a másik testvér megszólít, amikor ketten vagy hárman összegyűltök, ott van közöttetek, ott van közöttünk. És az a mi reménységünk, hogy a végén, a legvégén szintén ő lesz ott. Hogy nem valami idegen urvad majd minket átlépve, az ajtón belépve, hogy nem valami igazságos, vagy túlságosan igazságtalan, vagy túlságosan igazságos Úr vár minket, hanem Krisztus, aki maga az igazság. Hogy nem úgy ítél minket, mint ahogy megérdemelnénk, hanem úgy, mint ahogyan a pásztor magához öleli a bárányát. Rá rajzoltunk egy kis bárányt erre a pásztor képhez, aki oda dörgölőzik a pásztorhoz. Szinte bizonytalanul néz föl rá. Mi is így feledkezhetünk bele a mennyei atya ölelésébe. Akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy elesettek vagyunk, a legkisebbek vagyunk, mert a legvégén is ő fog várni ránk. Inkább Krisztussal, mint bármi mással, inkább Krisztusba helyezzétek a reményeteket, mint bármi másba, mert ő az, aki ma is közöttünk van, és ő az, aki vár minket. Mai ünnepünk végén, az Isten tisztelet végén majd mindjárt magunkhoz vehetünk egy kis borítékot. Rajta az előbb énekelt énekünknek egy vers sorával, és benne egy kevéske kis virágmaggal. A fák reménysége kiirthatatlan, ahogy a Promis zenekar énekelte. A kis virágnak reménysége kiirthatatlan, mert nagy fává érik. Igen, legyen ez a virág is emlékeztető mindannyiunk számára, hogy az élő és éltető Isten van mellettük, hogy ő az, aki vár ránk, és ő az, aki segít minket, hogy szeretetre, reménységre növekedjünk. Ne féljetek hát! Jézus veletek van, és ő az, aki a végén is fog várni. Amen. Imádkozzunk! Urunk, ébredt bennünk élő reménységet, hogy rád figyeljünk, hogy te szólíts meg, és felismerjük a te arcodat a legkisebbekben, a ránk szorultakban, az elesettekben. Hadd, hogy melléjük lépjünk, és így növekedjen bennünk az irgalom és a reménység. Amen.
Isten hozta őt a gyülekezet közösségében. Az Isten tiszteletünk, mint családi Isten tisztelet, nem zárul le majd a záró énekkel, hanem hadd hívjak mindenkit arra, hogy még álljunk meg egy szóra, egy jó falatra, egy kis beszélgetésre. Bár ködös az idő, de hál' Istennek nem esik, úgyhogy itt a templom falai mellett még egy kis szeretett vendégségben legyünk együtt. Köszönöm mindazoknak a szolgálatát, akik a mai Isten tiszteleten bármilyen módon részt vettek, akár énekszóban, imádságban, bálozásban, felolvasásban, egyéb előkészületekben. Hálásak vagyunk minden szolgálattevőkért. Az előttünk álló hét alkalmait hirdetem, kedden 14:30-kor konfirmandus órát tartunk, szerdán délelőtt 10:30-kor az idősek klubjában áhítatott, 16:00-kor pedig és 17:30-kor a szokott rendben biblia órákat tartunk. Jövő vasárnap 8:30-kor Csárnyigon, 10:00-kor Répcelakon tartunk Isten tiszteletet, örök élet vasárnapján előre ment szeretteinkre emlékezünk. A múlt vasárnapi persejpénz Csárnyigon 5500 forint volt, Répcelakon 15230 forint, a héten egy 5000 forintos, egy 20000 forintos és egy 40000 forintos adomány érkezett a gyülekezet részére. Köszönjük mindazoknak az adományait is, akik a templomtornyunk toronyórájára, vagy a Csárnyigi iskola fűtésének felújítására, légkondicionálók elhelyezésére ajánlják fel céladományaikat. Isten áldja az adakozókat és adományaikat egyaránt. Végül megszomorodott szívvel hirdettem, hogy a héten búcsúztattuk Kolosi Kálmánné 87 esztendős testvérünket, Simon László 80 esztendős testvérünket és Szarka Ismárné 93 esztendős testvérünket. Előre ment testvéreinkről imádságban emlékezünk, Szarka Ismárnéről jövő vasárnap fogunk majd megemlékezni. Jézus Krisztus mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. És az imádságra készülve az 526-os számú ének első versét énekeljük. Köszönjük a családokért, Fűz Jánosabbra, a
szeretet és a megértés kötelékét a háztartás, a szülők és a gyermekek között, de aki ismer örömeinket és gondolja, gondjainkat áldj meg minket, Jézus. Úrunk, hallgass meg minket! Könyörgünk minden szenvedő embertársunkért, az otthontalanokért, a menekültekért, az éhezőkért, a szenvedőkért, és azokért is, akik akaratoddal nem törődve szenvedéseiket okozzák, Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Könyörgünk a világért, add, hogy Jézus Krisztusban mindenek, és minden noszanék rendben megtalálja a reménység forrását, és bőzelkodva várja a megváltásnakat, amikor megújítva az egész teremtettséget, Jézus Krisztusért. Urunk, hallgass meg minket! Urunk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről, Hollósi Kálmánné és Simon László testvéreinkről emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennünk. Cselekedjél velük kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséget örömére. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, és vigasztald meg őket jóságoddal. Így kérünk, Urunk, hallgass meg minket, és teljesítsd ígéretedet, hogy nem hagyod el népedet, hanem irgalmasan megőrzöd a világ végezetéig, amikor elhozod országodat, amelyet a téged szeretőknek készítettél, hogy együtt örvendezzünk el nem múló örömmel. A mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. És végezetül az 553-as Thank you.